A miniszterek kinevezésével megalakult a rendszerváltás utáni tizedik kabinet. Áder János köztársasági elnök a Sándor Balotában átadta a minisztereknek a kinevezési okmányokat. A kinevezés után Orbán Viktor harmadik kormányának miniszterei esküdtettek az országgyűlésben, majd ellátták kézegyükkel az eskü okmányt. Az új kabinet tagjai Semjén Zsolt tárcanélküli miniszter, Pintér Sándor belügyminiszter, Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter, Fazekas Sándor földművelésügyi, Hendecsaba honvédelmi, Trócsányi László igazságügyi miniszter, Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter, Varga Mihály nemzetgazdasági, Cseszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter.